Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újba itt a csatornámon. A mai videóban a karácsonyi vlogot láthatjátok most tőlem. És 24-e van, igazából már 3 óra van, eddig nem nagy valamit csináltam azon kívül, vagyis hát nekem az elég nagy valami, hogy tanultam, tényleg. Körülbelül egész délelőtt, meg tegnap is 1:30-kor aludtam eléjjel, mert csináltam muffint, ami úgy sikerült, hogy ízre nagyon jó lett, viszont én nem tudom, hogy mi történik az én muffinjaimmal, hogy nem akarnak megnőni. És pedig tettem hozzá aztán még sütőport is, meg van segítségem is a családban, aki ért hozzá, és egyszerűen nem tudok mit mondani rá. Szóval lényegtelen, az a lényeg ugye, hogy az íze jó. Ma leírtam mindent, amit meg kell, hogy csináljak, és meg is csináltam mindent, amit kellett. És el kell, hogy mondjam itt a videóban lején, hogy képzeljétek el, hogy megvettem a határidőnaplót, amit a múltkor nézegettem, és az végül a Stradivariusban vettem meg. Nagyon örülök neki, ezt választottam, majd aztán megmutatom belülről is, hogy lássátok ti is, hogy mennyire éri meg venni ezt a tervezőt. Be vannak csomagolva az ajándékok, most már kicsit pihenek, aztán még tanulok, úgyhogy ennyi most a programom még így délutára. Aztán este pedig vacsorára megyünk, és jönni fog a barátom is majd. Nagyjából ennyi az, amit gyors el akartam mondani, vagy el szerettem volna mondani nektek. Ennek előtt bemutatnám akkor a tervezőt, és letartam a körömet, szóval Zsófi újra csináltam, bocsika. És így néz ki. Ja, hát itt én már beleírtam a kis adatokat magamról, meg itt elkezdtem már bejegyzetelni a jövő évre, a vizsgai időszakra a vizsgáimat, és van hozzá ilyen, és akkor így minden hónap új fejezetre van bontva, igazából jól néz ki szerintem, és akkor jó, ezt még nem kezdtem el. Itt van egy ilyen havi tervező, tehát hogy minden napot látni egy kis kockában, aztán jönnek napokra bontva a hetek, és sőt, még órára is van bontva, 7-től 21 óráig. Meg egy kis jegyzetet is tudsz írni. A hónap végén viszont van egy ilyen, egy ilyen kis jegyzet, amit szeretnéd leírni. Tökéletes lesz ez nekem, mert akkor így nem kell új füzetbe írogatni a videó ötleteket, meg a videó szerkesztési formákat, amiket én így magamnak jegyzetelgetek mindig. Na, ezt is tudjátok most már, szóval megvettem a tervezőmet, nagyon örülök neki. És a végén van egy ilyen kis papírtartó még pluszban, ami olyan, hogy belebírtok tenni igazából nagy papírt is összehajtva így szépen, hogy nem fog gyűrődni. Szóval ez is egy nagyon kis praktikus megoldás. Van különbség a tavalyi és az idei, vagyis hát az idei és a jövő évi tervezőnk között. Nagyon szerettem ezt tervezőt tényleg, és ajánlani is tudom, viszont szerettem volna most idén itt vásárolni megint tervezőt. Úgyhogy ez lett a vége. Most posztoltam egy képet Instagramra, mindjárt be is vágom, és még tanulok. És emlékszetek biztos az első vlogmestre, amikor bejelentkeztem, és össze volt fonva a hajam. Akkor elmentünk fényképezkedni, és anyáikat ezzel lepjük meg karácsonyra, mert ezt kapják tőlünk, hogy adunk nekik közös képeket. Készítve az ajándékaim, itt mind be van mind csomagolva végre. Amit nem csomagoltam, azt nem akartam, mert nem egy személynek megy, és akkor az nem látom az a dobozt. Szóval így néz ki, mindenkinek címezve, én meg mindjárt megyek tusolni, és utána begöndörítem a hajamat, vagyis megpróbálom. Most még ilyen kis sportosban vagyok. Rájöttem, hogy aznap nem szabad hajat göndöríteni, a máig nap mosom, mert ez lesz a vége. Annyira puha szálló hajam, hogy egyszerűen nem lehet begöndöríteni. Szóval marad egyenes. És majd holnap megpróbálkozom, lehet vele. Talán biztos. Meglátjuk. Christmas.
just like the ones I used to know. Where are those treetops? Listen, and children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow. But then I am dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days, be merry and bright. Na, mondja valamit. Kellemes ünnepeket. Boldog karácsonyi ünnepeket. Szóval szeretnék bejelentkezni és elmondani, hogy megvolt a karácsonyi vacsora. Nagyon jól éreztem magam, és nagyon sokat nevettünk amúgy. Most viszont hazaértünk a mamáitól, és azt mondom, hogy 11 óra múlt, 10 perccel. Meg mit akartam még mondani? Kettő dolgot mondtam el. Egyik az a vacsora, a másik meg... Kettő dolgot? Tudom, hogy tartottam az ujjamon, hogy egy-kettő. Szóval nálunk az ajándékozás mindig 25-én reggel történik, és ez most sem lesz másképp. Az összes ajándékot elkészítettem már időben. És mielőtt jött a barátom, becsomagoltam az összes ajándékot. Úgyhogy ő is reggel fogja elkapni az én kis ajándékomat, amit készítettem neki. Ennyi mára. Szerintem már nem fogok ajánlkezni többet. Majd holnap. Holnap viszont megyünk hozzá. Ugye? És ennyi. Csináltunk pár fotót, majd teszek ide egy-kettőt be. Meg bírjátok nézni, bírtok minket csodálni. Milyen szépek vagyunk. Hát, boldog karácsonyt! Most jelentkezek be, igazából 25-e dél van majdnem, látjátok az órámat. És megvolt már az ajándékozás, megregáliztünk, minden ilyen dolog lezajlott. És amit most én szeretnék mondani, hogy mivel ugye ajándékozásról van szó, szerettem volna így is úgyis csinálni egy nyereményjátékot, viszont ez nem jött össze, mert valami úton, módon nem engedte a YouTube a kommentek hozzászólását a videóm alatt. Úgyhogy most akkor még egyszer bemutatnám, hogy az ajándék egy szokni lenne. A másik kettő az hát majd akkor most jövőre valakinek jó lesz. Ilyen kis kártyák az ajándékok megcímezése érdekében. És egy határidőnapló, amit már be is mutattam, visszatettem a csomagolásba. És mindjárt megmutatom belülről is egy pillanat. Minden bele lehet írni, vannak ilyen kis események hogy az elején, aztán minden napra van bontva. Igazából szerintem nagyon jól ki van alakítva ez az egész, és szerintem hasznos eszköz lehet a mindennapi életben ez a kis naptár, és nekem nagyon tetszik, hogy ilyen fekete és csillagos. Jól néz ki. Viszont mi lassan megindulunk a másik helyre is, ahova megyünk majd, csak mielőtt a barátomhoz megyünk, megnézzük a dédimet, és ilyen rózsaszín a mai éjszettem. A kabátom itt van, semmi gond. Meg már bepakoltam, mert Újvidékre majd a barátomtól fogok menni holnap, mivel nekem mennem kell, mert itt Vajdaságban nincs szünet sajnos, úgy, mint kint Magyarországon. Nekem ugyanúgy iskolám lesz jövő héten, úgyhogy ilyen, sőt, még kettő kolokviumom is lesz, úgyhogy nem valami nyugodt ez a karácsony idén. Tavaly kicsit nyugodtabb volt, és én is nyugodtabb voltam idén, viszont úgy izgulok. Jó! Mondta, hogy boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt. Kérdeznék valamit. Szeretsz? Nagyon.
Szóval ugye mondtam, hogy anyáiknak képeket csináltattunk karácsonyra, és kitettem Instagramra kettőt, amit mondtam is, hogy bevágok majd, és ülünk karácsonyi vacsorán, és a tata megnyitotta az Instagramot, és mutatja egy anyának, hogy milyen jó kép lett. Hát zseniális, úgyhogy tata lelőtte az egész poént, köszi tata! De odaadtuk nekik, és tetszett az ajándék a szüleimnek, elégedettek, kitettek minket a kis, mi ez, komódra. Úgyhogy most ott díszelgünk nekik. Snoopy, kívánjunk a nézőknek boldog karácsonyt! Hallottátok? Snoopy? Még egyszer? Snoopy? Szeretsz engem? Snoopy? Jó doromból! Na, sziasztok! Jöhetetek mindjárt, éneklünk Snoopyval! Hogy? Jingle bell, jingle bell! Na, cső! Vegyek az én a múlj. A havas karácsony. Visszaértem a kollégiumba, vasárnap van, karácsony másnapja, majdnem azt mondtam, hogy húsvét másnapja. Vagy muszáj volt visszajönnöm, mivel a héten lesz kettő kollégiumom is, vagy lehet, hogy három, ezt még én nem tudom pontosan, de kettő biztosan, és a mai napom úgy nézett ki, hogy igazából felkeltem reggel, úgy, ahogy sikerült reggel felkelnem, mivel tegnap mentünk bulizni. És nagyon jól éreztem magam egyébként az egész karácsonyi időszakban. Nagyon élveztem a vlogmast, élveztem a vágást, a felvételt, a mindent, ami e körül zajlott és e körül ment. Egy nagyon szép időszak ez most az életemben, és nagyon is jól érzem magam most a bőrömben. És kicsikét úgy érzem, hogy ez a karácsonyi vlog, ez a, amit most néztek, nem úgy sikeredett, mint ahogy én gondoltam. De ez azért van, mert a pillanatokat megéltem, és nem tudom, valahogy nem éreztem készletést arra, hogy videózzak, és videót vegyek fel, mert annyira jó pillanataim voltak, hogy azokat szerettem volna megélni én, és nem kamerát rakadva eltölteni a karácsonyt. Szóval ilyenre sikerült ez a videóm, azért egy kicsit átadtam nektek, hogy milyen volt az én karácsonyom. Ez volt az egyik legjobb karácsony az életemben. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok most, és amit még akarok mondani, az a nyereményjáték, igen. Ugye bemutattam a nyereményeket, hogy miket tudtok nyerni. Szóval ahhoz, hogy részt vegyetek a nyereményjátékba, mindössze csak annyit kell csinálnotok, hogy a videó alá kommentben bármit hozzászóltok. Azt akár, hogy melyik a kedvenc ünnepetek, vagy szeretitek a karácsonyt, miért szeretitek, mit kaptatok például karácsonyra, vagy mit adtatok karácsonyra ajándékba, vagy mi a legjobb nektek a karácsonyba, akármit. Ezt simán egy emojit is kommenteletek, akkor is részt vehetek a nyereményjátékba, és a sorsolás, majdnem azt mondtam, hogy augusztus, a sorsolás január 31-én fog történni, és ide ki fogom írni a nyertes nevét a videó alá, és itt tudja megnézni a nyertes, hogy nyert, esetleg Instagramon is majd megosztom, de az Instagram náteket ne írjátok ide a komment alá, mert akkor megint törölni fog szerintem minden kommentet, úgyhogy azt majd valahogy megoldom. Esetleg majd valahogy felkeresem, hogy figyelje a résztvevő az oldalamat, hogy nyerte. Úgyhogy, ja, ennyi lett volna ez a kis karácsonyi vlog, itt már elbeszéltem fél óra hosszát. Én most mennék, mert nekem még tanulnom kell, gyors eszek egy kicsit, egy pár falatot, és aztán tanulok, úgyhogy majd találkozunk a következő videóban is, ami egy elég őszinte videó lesz, és nekem ez egy kicsit fájó pont lesz a következő videó.
De az van terven, hogy azt fogom közzétenni ezután, és ja, majd meglátjátok, hogy mi lesz benne, miről fogok beszélni. Úgyhogy ennyit erről. Most én akkor mennék is. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és köszönöm szépen, hogy támogattatok, és rám tartottatok a Vlogmas összes részén, vagy részében. Ja, és előre is boldog új évet nektek, mert ez akkor már új év előtt lesz kint a videó, szóval. Ja, előre is boldog új évet!